sziasztok! Arra gondoltam, hogy mindjárt itt van karácsony, és elég sok dolgokkal munkálkodok mostanában, hogy megmutatom ezeket nektek. Úgyhogy vlogolni fogok most egy pár napig, és hát gyanítom, hogy a két ünnep között fog felkerülni majd ez a videó, de talán még, hogyha valakivel később találkoztok, akkor ilyen karácsonyi ötletet is elleshettek. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan telik most nekem ez a néhány nap, akkor tartsatok velem! Most egyébként arra várok éppen, hogy legyen kicsit nagyobb a fény, mert szeretnék felvenni egy karácsonyi smink videót, és hát ahhoz most még nem elég, de elég szép fehérnek tűnik az ég, úgyhogy szerintem jó lesz ez, csak még egy kicsit várnom kell egy fél órát. Már elkészültünk egyébként a karácsony fával, ami hát most itt elég kupi van alatta, de azért megmutatom. Megmutatom a dekorációnkat is, ez belül van az ajtón. Most nagyon tetszik, és tök furi, mert ez ilyen kis vágott szívecske. De nagyon tetszik, tök jól néz ki szerintem. Kívül egy hasonló van a fából. És itt pedig van egy ilyen húpihe sor, ez egy ilyen piros-fehér kockás, és megpróbálom messzebbről megmutatni, hogy így néz ki, én tettem fel ilyen fantasztikus módon, nagyon-nagyon tetszik, szerintem nagyon csini. És vannak még itt szembe rénszarvasok, amit én készítettem, és jó sokan vannak. Úgy né? Itt is van egy rénszarvas egyébként, de tegerben vettük a karácsonyi vására. És megmutatom, hogy a hálóban is vannak ilyen girlandok. Ez egy ilyen hóember sorogat jó hosszan. Most sikerült felvennem a videót, szerencsére lett elég fényem, úgyhogy most így láthatjátok a karácsonyi sminkemet, amit szerintem előbb fogok feltenni, mint ezt a vlogot, de azért mindegy, szóval íme. És felvettem még egy videót, amiben téli körömlakokat mutogattam, azt hiszem 17-et számoltam meg, szóval elég sokat, és azt szerintem majd már csak karácsony után, vagy lehet, hogy már jövőre fogom feltenni, de remélem, hogy az is tetszeni fog majd nektek, és hasznosnak találjátok. Bocsánat, a fejem miatt kicsit korábban, még hétfő reggel van egyébként, ilyen 6 óra magassága, és képzeljétek el, hogy 4 körül felkeltem, és sütöttem palacsintát, mert mindig visszaférjem a munkahelyére kaját, és most nem csináltam tegnap, mert hát elég korán kidőltem, most nagyon hülyén alszom, ilyen nem lesz
úgyhogy sütöttem neki palacsintát, amit is mutatok, ami maradt. Maradt itt nekem reggelire, ebédre, és ilyen kora vacsorára vagy uzsonára is. És amit szeretnék megmutatni a palacsintával kapcsolatban, az az, hogy ezt a famos narancsos marcipán krémet tettem most bele, és ez valami isteni finom. Egerben vettük a karácsonyi vásáron, és nagyon-nagyon finom. Nagyon finom tényleg, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, aki szereti a marcipánt, és főleg a narancsos marcipánt, de egyébként volt más ízben is, de ez a szamos marcipán krém, ez isteni finom. És nagyon jó a palacsintában is, úgyhogy most neki is állok enni szerintem egy kicsit. Csináltam egy csomó fürdőbombát egyébként. El voltam velük egy ideig, és jó sokféle van, és hát ezt az illat orgiát, hogyha itt éreznétek, igen, itt egy szétesett. Szóval, isteni, csináltam vaníliásat, narancsosat, eukaliptuszosat, és nem is tudom miért még, de nagyon-nagyon jó illat van most itt. És itt a muffin forma, amiben formáztam egyébként. Jó sokat csináltam, ennek egy része ajándék lesz, másik fele megmarad itthon nekünk. Nincsen vlog köröm mutogatás nélkül, most ilyen norvég mintás körömökkel nyomulok. A 22. reggel van, és szépen mézes kalács receptet keresek, mert hogy amit eddig csináltunk, az nem lett sosem tökéletes, nem volt igazából elég puha, és hát úgy döntöttem, hogy most keresek valamilyen újfajta receptet, hát ha, úgyhogy most ezt a sütigyárosat megnézem, mert általában ez ugye a Rámának az oldala, és amit innen eddig próbáltam, azok jó kis receptek voltak, úgyhogy reménykedek benne. No, puha mézes kalács. Miért nem fókuszál? Megvan. Szóval puha mézes kalács. Jaj, de pici vagy. Oké. Okay. 1 kiló lét, egy csomag őrölt fahéj, jesszus, az nagyon sok. Szódabikarban a tojássárgája, langyos tej, víz, méz, cukor, ráma. Én azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nincs is 3 darab tojásunk most itthon. Tegnap, mintha azt tettünk volna, akkor viszont le kell mennem a boltba, hát annak nem annyira örülök. Össze kell mindent keverni. Aha, külön kell a meleget, vagy a folyékonyat és a szárazat. Elforraljuk, langyosra hűtjük, jó, hát ez nekem nem jön be annyira. Így keresek másikat. Na, szóval mézes kalács recept keresgélés folyik éppen. Na, találtam egy tök jó receptet, vagy hát legalábbis jónak tűnik. És közben rájöttem, hogy nincs itthon tojás, úgyhogy lementem a boltba, és egyébként napok óta tök légszomjam van, és így szenvedek jobbra-balra, de azt hittem, hogy csak stressz miatt, mert kamaszkoromban volt nekem egy ilyen időszakom, amikor ilyen pszichés asztmám volt, és azt hittem, hogy most is csak ilyesmi. Viszont tegnap kicsit már úgy éreztem itt, hogy ugye a mellkasom nem oké, meg hogy úgy van valami trutymót, aminek nem kéne ott lennie, és hát konkrétan úgy másztam vissza a lépcsőn a boltból visszafele, mintha valami, nem tudom, ilyen élő halott lennék, szóval már azon gondolkoztam, hogy 4 kézláb jövök föl, és hogy az úgy mennyire lenne ciki. Úgyhogy egyrészt abszolút nem kapok semmi levegőt, másrészt elkezdtem szétülni, mint állat. Úgyhogy hát most lefeküdtem, ahogy látjátok is. És hittem egy köptetőt, egy LCC-t, remélem, hogy segít majd, mert ez így nagyon vacak most, és főleg, hogy azért lenne dolgom még a mézes kalács is, meg amúgy is még csomagolnom kéne, meg a férjem egyik ajándékának egy része sincs még meg. Úgyhogy, hát nem örülök, de most
fekszem, visszanézem az elmúlt kb. Egy hét videó termését, mert kicsit le vagyok maradva. Igazából csak Gabi videóit néztem meg, meg Ramiét, azt sem mindent most. Szóval most videókat fogok nézni, itt fekszem, mondom, ittem egy köptetőt, hát remélem, hogy jobb lesz, mert ez így most nagyon vacak, és egyébként vonat. És egyébként rohadt dühítő, mert kb. Minden évben beteg vagyok karácsonykor, tehát valami hihetetlen, hogy suliba is mindig azt csináltam, hogy még bírni kell, mert még témazáruk vannak, még mit tudom én, és az összes szünetben beteg voltam a nyárit kivéve, mert hát ugye akkor nyilván hosszabb az idő. És végig ezt csináltam suliba is, főiskola alatt is, mindig a vizsgaidőszakra töltem ki, illetve a vizsgaidőszak közepére, amikor ugye vagy húsvét van, vagy karácsony, és nagyon úgy tűnik, hogy most is karácsonykor halok meg, úgyhogy hát nem örülök, nem mindegy, majd még jelentkezem, remélem, hogy jobban leszek. A tésztát. Ezt a lukulszos receptet használtam egyébként, hát remélem, hogy jó lesz. Most állnia kell 5-6 óráig, úgyhogy addig még pihenek. Picit egyébként most jobban lettem, azért gyúrtam be, de hát azért nem tökéletes.
szerda reggel van, tehát 23-a, illetve most már ilyen délelőtt 11 körül lehet. És hát tegnap úgy bealudtam, ahogy kellett. Úgyhogy gyakorlatilag begyúrtam a tésztát, és utána ilyen 11 körül ébredtem fel. És hát igen, szóval ugatok elég rendesen, úgyhogy köptetőzök ezzelre, meg vettünk lendzsesuti fűszirupot, az szokott segíteni. És hát éjjel megsütöttem a mézes kalácsokat, kiszaggattam, megsütöttem, erről elvileg bevágok majd videót, nem a legjobb minőségű, mert ugye éjszaka készül, de mindegy. Szóval megvan, és most fejeztem be a díszítést, és gondoltam, megmutatom nektek, hogy milyenek lettek. Szóval ide kitettem a sütőtetejét, lehajtottam, és oda pakoláztam őket száradni. Ott felül vannak csillagok, ez van ilyen mobihel jellegű, és ilyen rendes kis körbe rajzolt csillag is. Aztán de rosszul van itt az árnyék, odébb megyek. Szóval itt vannak templomok, tehát a könnyesztámban. Ezek ilyen piros cukrot szóltam tetőnek. Úgyhogy vannak itt templomok, és akkor itt vannak fenyőfák, amiket most ilyen nagyon cukin oldottam meg, ugye kapott mindegyik csúcsdísznek egy szívecskét, és egyébként pedig egy ilyen boát tettem rájuk gyakorlatilag, és erre is ezt a kis dekor cukrot tartam. Aztán van itt néhány ilyen szarvas, akik nagyon-nagyon cukik, viszont nem tudom, hogy hogy kéne ezeket kidíszíteni, úgyhogy gyakorlatilag csak egy kis arcot kaptak, és orrnak kaptak egy ilyen rózsaszín szóval egy ilyen rózsaszín gyöngyöt, és itt van néhány hangjegy is, amiket szintén nem bonyolítottam túl, csak körbe rajzoltam őket. Úgyhogy ez itt ennyi, és nem fértek oda a szívecskék, azt is mutatom, hogy egyrészt csináltam ilyen cikkés jellegűeket, amik, hát látjátok, ilyen kis gérlandosok, ebből van, amelyik kicsit megfogy, de azért lettek szerintem egészen szépek is. Illetve csináltam ilyen szívecske a szívecskében típusúakat is, mint valamelyiknél elfért három kéret, valamelyiknél csak kettőit, és valamelyik kicsit megfogy, és a közepükbe szintén tettem egy-egy kis szívecskét. Egyébként ezt a Dr. Oetker négyféle cuccost használtam. Ebből vettünk két félét, a hercegnőset és a szerelmeset. Úgyhogy ezeket használtam. Soha nem vettünk még egyébként ilyen drágán ilyen dekor cuccokat, de kicsi kétségbe estem, amikor nem találtam csak gyöngyöt. Szóval elkészültek a mézes kalácsok, és azt még megmutatom, hogy milyen szuper dologgal díszítettem őket. Ez egy ilyen ceruza, amit eBay-ről rendeltem, és három darab érkezett egyébként egy csomagban, és ezt itt alul le lehet ezt csavarni, ott be kell tölteni a cukormázat, és akkor egyszerűen tényleg, mintha rajzolnánk, úgy lehet csinálni vele a díszítést. És most próbáltam ki először, de nagyon-nagyon tetszik, mert tényleg mondjuk egy ilyet, szerintem zacskóval nem tudtam volna megcsinálni, na mutatok egy szépet. Szóval például ezt szerintem zacskóval soha nem tudtam volna így megcsinálni. Szóval tök jó ez a kis ceruza dolog is, úgyhogy aki szeret sütizni, annak ezt nagyon ajánlom eBay-ről. Viszont most be is fejezem a dumálást, és ezt gyorsan kimosom, mert beleszárad a cucc. Van délelőtt ilyen 10 óra magassága, és hát természetesen most arra sikerült teljesen kidőlnem, úgyhogy most nem vagyok túl jól. A körmeimet szerencsére így az ágyban fekve is meg tudom mutatni, úgyhogy nem tudom, hogy ilyenek lettek most a karácsonyi körmeim. Igazából nem gondoltam most túl, ezt a zöldet szerettem volna mindenképpen használni, mert szerintem egy elképesztően karácsonyi zöld színe van. Egyébként egy Avon lak
nem tudom most az árnyalatot így hirtelen, és az aranyat is igazából elég hamar eldöntöttem, gondolkoztam, hogy ezüst legyen, vagy arany, aztán arra jutottam, hogy ez egy elég meleg zöld, úgyhogy inkább az arany nyílik hozzá, bár egyébként nem rajongok az aranyért. Szóval ezek kerültek a körmeimre, ugye a gyűrűs újra az arany, a másik négyre pedig a zöld, és aztán látjátok, itt végig pontozgattam az ellentétes színnel, és egy-egy kis aranypöttyöt kapott az összes zöld körmem, és egyébként ez nem egy holografikus lap, viszont láthatjátok, hogy az lett a Mani. A Color Alike-nak van egy holografikus fedőlakja, és azt próbáltam most ki, és hát gyönyörű, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy beszereztem, pedig ráadásul csak egy réteget használtam, és azt hittem, hogy több kell majd belőle. Szerintem nagyon-nagyon szép. Tegnap elfelejtettem ezt a képet feltölteni Instára, úgyhogy most fogom megtenni. Reggel van, 8 óra, és mit akarok mondani, ilyen köhögök még mindig. Szóval megmostam a hajamat, ahogy láthatjátok, mert megyünk ma anyukámékhoz. És egyébként most reggel óta már itt foglalatoskodom az egyik ajándékommal, amit meg is mutatok. Szóval ezt a Santorini Island ilyen 3D-pezőt kaptam többek közt, amit láthatok itt a dobozon, ez így fog kinézni. És már elkezdtem rakni, és most itt tartok, hogy a víz az megvan. Ott. És ott az egyik sziklafal is, illetve egy kevés ház már megvan. Körülbelül 2 órája pakolom egyébként nagy erőkkel. És itt tartok, úgyhogy azzal foglalkozom most. Itt van egyébként a kis leírásos papírka. Úgyhogy tök jó egyébként, mert nem csak a játékról van írva itt az elején, hanem magáról a szigetről is van írva bele. Úgyhogy tök érdekes, mert ezt mindenképp elolvasom, és akkor itt is itt van, hogy így fog majd kinézni. Úgyhogy ezt pakolászom most. És hát szerintem ilyen délre leszek nagyjából készen, mert elég sok részlet van még hátra. És lehet, hogy én most így be is fejezem ezt a vlogot, mert igazából ha ezt összeraktam, akkor még megmutatom, meg fogunk csinálni likört, ilyen kávés krémlikört, azt még lehet, hogy megmutatom, hogyha eszembe jut. És utána sminkelek, aztán megyünk is. Úgyhogy szerintem elköszönök most. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett ez a vlog, és hogy érdekesnek találtátok. És hogyha szeretnétek még ilyesmi vlogot, ami így egy hetemről szól, nyilván amikor így érdekesebb dolgok történnek, és nem csak egy sima hetem, akkor írjátok meg kommentben, és akkor készítek még ilyet szívesen. És szokásos, lájkoljátok, iratkozzatok, felkeressetek meg mindenhol, és nézzetek be a blogomra, és tényleg nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és egy utólag is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!
vagyok. Jaj, annyira tetszik, nagyon-nagyon jó. És nézzétek csak, ez itt pörög. Illetve itt ki lehet nyitni az ablakot.